A legsúlyosabb környezetegészségügyi probléma ma Magyarországon a lakossági fűtés okozta levegőszennyezés. Ez a gyermekek életes híjeit akár két évvel is csökkentheti. A lakossági tüzelőberendezések kibocsátása még nem szabályozott, de az uniós szabályok alapján 2020-tól azzá válik. Az olcsó szén, amit szerettek sokan e helyett, ez a úgynevezett lignit, ennek gyakorlatilag a lakossági forgalma szerintem meg fog szűnni ebbe az évbe. Úgy tűnik, hogy minden rendelkezés erre, erre utal. Nagy valószínűséggel nekünk sem lesz az idén szerződésünk a lignit bányával, csupán a környezetvédelmi miatt míg az ezredfordulón a lakossági fűtésből származó egészségkárosító részecske kibocsátás az összkibocsátás 24%-át tette ki, addig 2013-ra ez a szám 45%-ra emelkedett. Ezeket ráadásul gyakran elavult berendezésekben nem megfelelő tüzelési technikával égetik, ami még tovább rontja a helyzetet. A lignittel való fűtés egy átlagos magyar háztartás számára 250 ezer forint egy évre. Ez a tényleges tüzelőanyagvásárlás. Azonban ha hozzászámoljuk az okozott megbetegedéseket és azok kezelését, akár az 1 millió forintot is súrolhatja a lignit fűtés. Ezért mindenképpen érdemes más fűtési módot választani. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy nagy fűtértéke rendelkező szén. Tehát egy ilyen 6-7 ezer kalóriás szén, aminek mondjuk 6-7 forint mázsája, az, az, az árérték a legjobban. A szakember szerint a gáz és a villany lesz az, ami hosszú távon árérték arányában is megfelelően helyettesíti majd a lignitet és a szenet.